az elején picit belealudtunk a mérkőzésbe, elbíztuk magunkat az elején, de sikerült kiegyenlítenünk. Amikor már megrúgtuk a második és a harmadik gólt, utána már én éreztem, hogy nyerni fogunk. Szerintem a csapat, szerintem egész évben ez volt a legizgalmasabb meccs, és fenomenális érzés volt, hogy megnyertük. Én nagyon izgultam egyébként. Az elején kicsit bealudtunk, de sikerült feltornázni magunkat. A meccsen kicsit elbíztuk magunkat, meg hát mindenki azt mondja, hogy bajnok csapat, de amikor elkezdődött a meccs, hát akkor már láttuk, hogy nem szabad ezt csinálni. Miután belőttük a harmadik gólt, utána már biztos voltam, hogy nyerünk, és kapu szempontból ilyenkor megnyugszok. Csatárként mit éreztél, amikor gólt kapott a csapat, hátrányba kerültetek? Hát azt gondoltam, hogy nagyon elbízta magát a csapat, és csak úgy focizni akartunk. Utána már leégattunk, már megbírtuk a csát csinálni, pontosabban levettük a labdákat, pontos passzokat adtunk. Nagyon jó teljesítmény nyújtottak ma. Volt egy baki, egy kicsike kis hiba ott az elején, viszont a csapatnak az erősségét jelenti az, hogy ebből sikerült nekik visszaállniuk, sikerült ezt követően 5 gólt szerezniük, egy igazi csapatmunka által úgy gondolom, hogy felülmúlták a Pécsnek a gárdáját, és ez meghozta az eredményt, meghozta a sikert, és ezáltal sikerült együtt ugye a U12-es csapatnak egy bajnok csapatnak lenni ebbe az idényben.